Na, halihó, köszöntök innen mindenkit Miskolcról. Itt vagyunk a Vasgyárnál, közel a 2-es villamos végállomásához, és ezt nézzétek, mi van itt. Kocsmába beépített 415-ös Ikarus. Igazából köré, hát mondtam, hogy köré épült egy kocsma. De nem semmi. De biztos, hogy mindjárt megnézzük közelebbről is. Ja, ja, igen. Egyébként köszönjük a tippet, ezért Triplakának. Én mondta. Nincs egyébként először azért a Triplakának egy kalcsinál láttam a videót, de megvan. Igen. És ezt nézzétek, mert itt van maga a busz. Leszették a rendszámát, és akkor itt van a, elvileg ez a kocsma. Hát most éppen nincs nyitva. Igen, ja. 22-től zárva jön a 3-áig, viszont magában a buszban itt csak ilyen anyagok vannak. Ja, építő anyagok, tehát ezt inkább ilyen raktárnak használták, ja, szerintem, hogy építő anyagoknak. Viszont ebből szerintem azért lesz majd valami olyasmi vele, hogy beépítik. Ja, ezért mit tudom én, ilyen fedett része a kocsmának, vagy bármi, tehát ilyen kiülős rész, bármi lehet vele. Valami oka csak, hogy ezt ide tették. Igen. Szerintem, ja, és itt is lesznek majd ezek. Még lehet visszalakják az ilyen azért buszos asztalokra, buszos ülésokat, és akkor hát mint a Kecskeméten a buszos kocsmába, és akkor lesz. De nagyon jó. 63-as, 415-ös. Bizony. Hát ott nézzétek, ott egy lóerős, egy lóerős jármű szágoldott ott el. De. És innen meg megyünk tovább az Avaskanától felé a 29-es. Ja, 29-es, ja, azonnal szembe megy egyébként, igen, azt hiszem. Na, egyelőre akkor innen engem is. Ez csak egy rövid ilyen kis üzé. Ahogy Rikárdi mondaná, volt egy kult a blog. Engem nem láttok, így láttok. Ja, az, ja, itt van Zoli is egyébként, igen, most, tudom, most majd nagyjából nekedtem. Köszönjük a figyelmet. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Ez csak egy ilyen rövid kis bemutató kult a blog volt. Ja, mindjárt megkeresik a 29-et, ja, de az ott van szembe, a megálló, azt nem kell keresni. Ja. Csak oda is kell érni, mert hamarabb érjünk oda, mint a busz. Megyünk tovább, mint a... Úgyhogy, sziasztok!